azt tudnám, hogy melyik úton mégy áll, melyik úton mégy áll. Hely, de felszántanám én azt, aranyosság kíván. Aranyosság kíván. Be is boronálnám apró gyöngy szemekkel, apró gyöngy szemekkel. Hely, de meg is öntözném azt hulló könnyáimát, sűrű könnyáimát. Kihajtom a virágökröm a rétrán, leváratem a harmatot előlán. Nem hallom a virágökröm harangját, az én babám mással éli világát. Bújdósik a hajnal csillag az égen, bágyott fénye nem sokára lemégyen. Az a csillag az én sorsom példázza, sír a lelkem a felnézekre járja. Mert ne szeressél kettő tárbat, mikor egy is elég bánat, mert én is szerettem egyet, felejteném, de nem lehet. Nem kell nékem senki búja, bár csak az enyém se volna. Éltem én búba elegát, mert az én rózsám más szeret. Kapum előtt csak egy csillag ragyogott, annak a csillagnak sok irigyá volt. Eltiltották tőlem azt a csillagot, mely az én bús életemre ragyogott. Ablak alatt egy kicsi fa nem látszik, minden éjjel hajnal előtt virágzik. Apró annak a levállá jó szagú, terem rajta piros alma savanyú. Mert vinnék néked édes rózsám, de nem jó, ki szeretni nem tud, csak annak való. Színpadon Borbát Szilveszter székelyföldi dallamokat hallottunk. Szilveszter kódja 05-ös, szavazhatnak, ha ő a kedvencük, és mindenképpen szeretnék, hogy viszont láthassuk őt a középdöntőben. Szavazni többféleképpen lehet, nézzenek utána a mediaclick.hu per páva oldalon, és most hallgassuk meg közösen Sebestyén Mártát, mit szólt mindehhez. Hát Szilveszter, ugye Rebi néni és minden női korosztály szívét megdobogtattad, ezt most én is jelenthetem, ez így történt. Mindig nagyon örülünk, amikor férfi énekes van, hiszen ritkább, ugye sokkal több lány, női énekes van általában, úgyhogy nagyon örülünk, hogy viszont láthattunk. Hát igen, most érett már sokat a fizimiskád is, a hangod is, a fiatal legényképből most már kezdesz megemberesedni. És ugye hát azoknak mondom, akik esetleg még nem láthattak, egy csodaszép festett bútor kultúrájáról, hagyományról híres faluból érkeztél, Vargyasról, és udvarhelyszéki, közelebbről Kecset kisfaludi énekekkel készültél. Nagyon meglepődtem, ahogy az elsőt meghallottam, mert
Képzeld el, hogy ezt én igazából nem hallottam még soha adatközlőtől. Ez egy kuruckori történeti dallam, tehát inkább mint kuruc dallamot ismertem, és Juhász Zoltán egy furulyás gyűjtéséből. Ellenben megmondom neked, hogy ki az, akinek ez a kedvenc éneke. Meg fogsz lepődni. Szörényi Leventé, akinek üzentem, hogyha csak teheti, most mindenképpen nézzen, és hallgassa meg tőled is, biztos nagyon meg lesz hatódva, talán még majd szavaz is rád. Ez a hely, bura temetti nő. Csodálatosan énekelted, nagyon szépen felépített volt az egész dallamsorozat, és mivel táncos is vagy, a zsigereidben érzed azt a szép, komótos tempót, hogy fokoztad, az mindig nagyon jót tesz, ha az énekes táncol, vagy a táncos tud énekelni, mert sokkal jobban összetudja rendezni a tagjait, a lelki világát, a hangját is. Hát én azt kívánom neked, hogy amikor annyi idős leszel, mint Rebi néni, akkor hozzád is így zarándokoljanak majd a fiatalok, s legyen ki tanítani. Olyan elhivatottságot érzek benned, hogy ez őszintén meghat, és kívánok neked sok-sok egészséget, sok-sok dalos kedvet, és azt gondolom, hogy noha most karácsony közelek, de mi mégis a szilvesztert várjuk előbb, azaz téged várunk vissza. Köszönjük szépen, Agócs Gergely is szeretne néhány szót szólni. Annak is örülünk, amikor férfi énekes érkezik ide nekünk a felszállott a pávába, mert hogy a ti segítségetekkel meg tudjuk mutatni azt, hogy a férfi éneknek milyenek a színei, a szépségei. Én viszont még jobban örülök annak, hogyha olyan fiatalok érkeznek ide megméretni a tudásukat, akik ezt a kultúrát igyekeznek az origótól eltanulni, tehát hogy érdekli őket az, hogy hogyan is énekelnek azok a hagyományőrző mesterek, akiktől egyáltalán származik ez a kultúra, és te nagyon szépen meg tudtad most mutatni nekünk, hogy van hol, van kitől, van mit gyűjteni, én ebbe támogatnálak. Köszönjük szépen ezt a nagyon szép produkciót. Köszönjük szépen!